Halleluja. Köszönöm a férfi karnak a részvételét ma. Ma erős férfi kórus volt. Dicsőség az Úrnak. Több ezerszer álltam már ki talán emberek elé szolgálni és prédikálni, vagy tanítani, és mindig egy nagy kegyelem, amikor, tudjátok, amikor 10 évvel, vagy 10 pár évvel ezelőtt megértettem azt, hogy az, hogy kiállhatunk, és szólhatjuk az Isten igéjét, az akkor van értelme, és akkor kegyelem, és akkor áldás, hogyha nem magunkat próbáljuk ebben megvalósítani, hanem az a nagy csoda történik meg ilyenkor, hogy Isten a feslet szánkat, a feslet nyelvünket, a néha eléggé zavaros tudatunkat, lelkünket tudja használni. És egy prédikátor számára, aki hétről hétre kiáll, a számára már kialakulnak rutinok, és van, amikor az ember már a múlt heti istentiszteleten elveszi az üzenetet az Úrtól, mert mindig azt javaslom, hogy prédikálni, annak érdemes kiállni, mert higgyétek el, évtizedek után simán lehet rutinból prédikálni. Simán. Ismertek, elég hosszan tudok beszélni, de hogyha rutinból kéne prédikáljak, akkor reggelig egy erős maratonnal tudnánk itt maradni, de a rutinból való prédikálás, az látom, hogy hosszú távon mindig visszaüt. És ezért mindig vannak különböző élethelyzetek, nagyon-nagyon boldog vagyok, amikor már a hét elején megvan az üzenet, valamikor az Úr csak egy szót mond, és akkor arra épül fel az egész, valamikor egy igét kap az ember, valamikor egy élethelyzet történik vele, de az Úr mindig világosan jelzi, hogy mi az üzenet. És mindig aggasztó egy prédikátor számára, amikor közeledik az istentisztelet, és már a megszokott ütemben szokott jönni a szó, szokott jönni az üzenet, de csak telik az idő, fölébredek aznap, amikor kell szólnom, és még mindig szoktam mondani a feleségemnek, feleségem rám néz, na megvan, és akkor látja az arcom, amikor megvan, és látja az arcom, amikor nincs meg. És amikor lemegyek ebédelni a kis báránybőrömről, ahol szoktam készülni, akkor mindig rám néz, hogy megvan, és akkor látja az arcom, hogy nincs meg, akkor vagy aggódik, vagy örül, ez mindig a helyzet hozza. És én is nagyon sokszor, amikor így nincs meg, mert tudjátok, olyan boldogsággal tölt el az embert, most pár nappal ezelőtt voltunk kórházban a kisfiammal, és ugye olyan jó volt ritkán látni ilyen orvost, aki ilyen szeliden, normálisan rád néz, és azt mondja, hogy apuka, anyuka, minden rendben lesz. Tudjátok, ez még akkor is jó ez a szó, ha nem lesz minden rendben. Mert akkor is ez egy jó dolog. Az ember, ahogy a zsidó barátaink a lágerekben mondták, nyer egy kis időt. Egy picit, 5 percet, 10 percet, 20 percet, 1 órát, 5 napot, 10 napot, de nyer az ember egy kis időt, és ezért jó lenni ebben a látásban, és ezért, amikor az ember megkapja az Úrtól az üzenetet, akkor olyan nyugodtabban telik a nap, olyan nyugodtabban csúszik a csirkecombis, szóval minden olyan más, mert van egy kapaszkodó, van egy biztonság. És amikor nincs meg, akkor az elején még az ember pánikol, és nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy miért vannak olyan üzenetek, amiket az Isten az utolsó pillanatban ad. És nagyon sok minden, ugye, olyan közegben nőttem fel, ahol mindennek megvolt a szellemi magyarázata. Tehát az, hogy a korbász miért sós, annak is megvolt a szellemi magyarázat. Holott csak azért volt sós, mert több sót raktunk bele. Tehát nem volt semmi olyan különleges benne. És úgy voltam vele, hogy mindig kerestem az Istent, hogy egy prédikátor miért van az, hogy sokszor az utolsó pillanatokban kapja meg az üzenetet, amit az Isten akar közölni, talán az Isten nem tudja, vagy talán az Isten gondolkodik. Aztán rájöttem, hogy azért sokszor az utolsó pillanatban kapjuk meg, hogy elmerjük mondani. Mert valószínű, hogy kap az ember a szívében olyan üzenetet, amit ha megtud előző nap este, akkor lehet, hogy másnapra belebetegedik, és mindent megtesz. Hívom a Czmurek Csabit, hogy Csabi, gyere, légy szíves, mert hirtelen beteg lettem, hirtelen ez van, az van, amaz van. És az ember sokszor elgondolkodik ezen, és nagyon sokszor nem véletlenül mondja a Biblia, hogy ne aggódjatok, mert abban a pillanatban, amikor kell szólnotok, akkor az Isten mindig megadja azt a szót, amit kell mondani. És ezért nagyon-nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy az életemben
megtörténhetett az a csoda, amióta megismertem őt, hogy az egyik legváltozatosabb kapcsolatom az Istennel van. A feleségemmel is nagyon-nagyon változatos kapcsolatom volt. Volt hideg, volt meleg, volt fent, volt lent, volt minden. De az Istennel egy olyan változatos kapcsolat van, hogy egyszerűen arra jut az ember hosszú évek után, hogy ez egy olyan szétválaszthatatlan szerelem tud kialakulni az Isten felé, ami egyszerűen, mikor megkérdezik ugye minden embertől, hogy mi a legnagyobb vágya, akkor ugye a szépségkirálynők azt mondják, hogy a világbéke, a keresztények azt mondják, hogy ne legyenek szegények, de igazándiból az őszinte ember az, aki tényleg szereti az Urat, az azt mondja, hogy ha fiatal, ha idős, hogy én nagyon szeretném már meglátni ezt a változatos, ezt a sokoldalú, ezt a színes, ezt a könyörülő, ezt a kegyelmes Istent, hogy végre ne a 2000 év óta kialakult ideológiák, teológiák, tradíciók, istenképek szerint halljak róla, hanem hogy megláthassam úgy, ahogy ő van, színről színre. A Bibliából ma a János evangéliumból szeretnék nektek felolvasni egy nagyon-nagyon rövid igét, csak 4 verszakot, de Jézus egyik ellentmondásosabb, vagy legnagyobb vitára okot adó cselekedetéből szeretnék felolvasni. Tudjátok, a kánai mennyegző után vagyunk, Jézus leugrik Kapernaumba egy hosszú hétvégére, a kapernaumi wellness szállóba, együtt van a muterral, együtt van a tesókkal, és együtt van mindenkivel, és a Szentlélek indítja, hogy menjen föl a templomba, Jeruzsálembe, és a Szentlélek indítatására János evangélista, a szeretett tanítvány a következőt írja le a János 2.13-tól. Közeledett már a judeaiak páska ünnepe, ezért Jézus felment Jeruzsálembe. Látta, hogy a templom udvarában marhákat, juhokat, galambokat árulnak, és a pénzváltók ülnek az asztalaiknál. Ekkor felragadott néhány kötelet, azokat marokra fogta, mint egy korbácsot, és kizavarta a kereskedőket a templom területéről, a juhokkal és a marhákkal együtt. A pénzváltók pénzét szétszórta, és az asztalaikat felborította. A galambárusoknak is mondta, ki innen, vigyétek el ezeket, ne tegyétek atyám házát piactérré, vagy a mai szóhasználattal bevásárló központtá. Azért ellentmondásos ez az ige Jézusról, mert Jézusban mindig azt a szelíd csávót ismertük meg, aki mindig le tudta csillapítani az embereket. Nem csak az embereket, a tengert is. Tehát Jézust azért hívták mindig, Jézus gyere, Jézus gyere. Tudjátok, van egy mese, és mióta kisgyerekem van, azóta rengeteg mesét nézek, és megmondom őszintén, sokkal jobb, mint a filmek, mert sokkal tanulságosabb is. Van egy mese, a Szema tűzoltó nevű srác, van egy kis város, amelyik városban Körmöspálcás, talán ilyen komoly neve van. Ebben a Körmöspálcásban akárhány sorozatot megnéztem, pedig most már 100-at biztos megnéztem, mindig ugyanazok az emberek élnek. Ugyanaz. Megvan az aktuális okos gyerek benne, megvan az aktuális hülye gyerek benne, megvannak a hősök, megvannak a gyengék, az erősek, de mindig az emberek, amikor baj van, akkor Szem a tűzoltót hívják. Akkor is ő egy tűzoltó, tehát igazándiból neki a tűz miatt kéne kimenjen, ha tűz van, de akkor is ő megy, ha valaki elsüllyed a tengerbe, akkor is ő megy, ha valaki szétszedi otthon a lakást, akkor is ő megy, ha elveszik a birka, tehát minden esetben a tűzoltót hívják, és az embereknek semmi más dolguk nincsen, csak betárcsázzák a Szem a tűzoltó számát. Nagyon csodálom, ez egy igazi vérbeli tűzoltó, mert ez 24 órás szolgálatban van a hét minden napján. A születésnapján is, a névnapján is, őt még soha nem láttam civilbe, egyetlen egy mesében sem, ő mindig ott van. És tudjátok, ezért az embereknek nagyon egyszerű dolguk volt ebben a városban, és azért mondtam el csak ezt a történetet, mert Jézus korában, Jézus idejében, amikor letette a lábát a földre és elkezdett szolgálni, az embereknek nagyon egyszerű dolguk volt, mert csak hívták az Urat, ha bajba voltak, oda mentek az Úrhoz, ha bajba voltak, megkérdezték tőle, hát tudjátok, egy perc ideje nem volt, és ezért ugye óriási pánik lett még a tanítványokban is, amikor Jézus elment a mennyben. Miért? Mert vége lett ennek a szematűzoltós játéknak, és mindenkinek meg kellett kérdezni egyen-egyenként az Urat.
És tudjátok, egy olyan történetbe csöppenünk, amikor Jézus felmegy az ünnepre, és ezzel az ünnepen azt látjuk, hogy Jézusnak egy új oldalát ismerjük meg, mégpedig a dühét ismerjük meg. De ez nem olyan düh volt, itt nem olvassuk azt, hogy szétverte az embereknek az arcát, rongyá ütötte a fejüket, kinyomta a szemüket. Itt egyáltalán nem arról volt szó. Itt azt látjuk, hogy két dolog érintette meg, és két dolog dühítette fel. Az egyiket úgy hívjuk összefoglaló néven, hogy árusok, a másikat pedig úgy hívjuk összefoglaló néven, hogy pénzváltók. És tudjátok, mindenképpen meg kell nézni, és meg kell állnunk egy pillanatra ennél a történetnél, hogy mi is volt itt a probléma. És ha távolabbról megnézzük, akkor nem maga az árus, és nem maga a pénzváltó volt a probléma. Nem azt mondta, hogy ezeket ki kell tiltani az országból, hanem azt látjuk, hogy bizonyos dolgok nem azon a helyen történtek, ahol kellett volna, hogy történjenek. Tudjátok, rengeteg ember, több százezer ember ment föl egy-egy ünnepre, ennek két oka volt. Egyrészt az emberek a vallásos érzületüket szerették volna kielégíteni, másrészt pedig a törvény is előírta, hogy föl kellett menni a nagyobb ünnepekre, három ilyen nagy ünnepet nevezett meg, amikor mindenkinek a tiszteletét kellett tenni Jeruzsálembe. Ezeken az ünnepeken a vigasság és a jólét és a beszélgetések és az ismerkedések mellett kőkemény istenkeresés is zajlott, a templom ilyenkor 100%-on pörgött, rengeteg áldozatot mutattak be, mindenki vitte az áldoznivalót, és tudjátok, vannak, hogy több száz kilométerről érkezett, és nagyon hülyén nézett volna ki, hogy egy bárányt vagy egy galambot hurcibál magával több száz kilométeren keresztül, ezért tök érthető volt, hogy az áldozati állatokat meg lehetett venni a helyszínen. A nagy baj az volt, és majd megnézzük egy kicsit a templom felépítését, hogy Jézus arra rágott be, tudta nagyon jól, hogy az áldozathoz bárány kell, tudta nagyon jól, hogy a szegényebbek áldozatához galamb kell, tudta nagyon jól, hogy a görögöknek, a rómaiaknak a pénzét nem fogadják el a templomtéren, hanem a templomtéren az okos zsidók, a vallásos zsidók egy új pénzt vezettek be, ez a templomi sékelnek hívtuk, ami aki belépett a templomtérre, annak át kellett váltani a pénzét. Miért? Mert ott a templomtéren ez nem volt jó fizetőeszköz. Ezért mindig mondom, és mindig javasolom, amikor Jeruzsálemben vagyunk csoporttal, hogy soha ne zsidó váltónál váltsál pénzt, hanem mindig arab váltónál majd erről. Jani testvérünket kérdezzétek meg, személyes élményei vannak róla, hogy hol váltják jobban a pénzedet. Miért mondom ezt? Nem azért, mert az arab váltó csodálatos, hanem azért, mert ez év ezrek óta benne van a köztudatban, hogy aki oda belép, annak a pénzén egy kicsit keresnek. Van egy kis váltási jutalék rajta, van ez, van az rajta, és ez teljesen normális volt az embereknek, nem ez volt a baj a pénzváltókkal. Hanem olvassuk, hogy Jézus, ugye a fordítások, különböző fordítások írnak erről, azt olvassuk, hogy Jézus bement a templomtérre, és azért kell megállni, mert ugye ő azon háborodott fel, hogy a templomteret, az atyának a házát mással töltik meg, mint amivel meg kéne tölteni. Azért hívom fel erre a figyelmeteket, mert Jézus második visszajövetele, a visszajövetelekor ugyanazok a szellemi állapotok fognak uralkodni a Földön, amik az első eljövetelkor uralkodtak. Ugyanazok lesznek, ugyanazok miatt, ugyanazok fognak történni, ugyanúgy meg lesznek a birodalmak, ugyanúgy meg lesz minden, ami az első eljövetelekor volt. És ezért nagyon tanulságos ez a történet, különösen azért, mert ilyen helyzetben Jézust ritkán látjuk. Tudjátok, azért állt meg Jézus egy pillanatra, és azért volt rossz helyen a rossz dolgok, mert az atyának a háza az arról szól, hogy ott az atya a legnagyobb hatást akarja gyakorolni az emberekre. Templomba, gyülekezetbe, hívő közösségbe, az emberek általában a jól felfogott érdekű emberek azért járnak, hogy az Isten gyakorolja rájuk a legnagyobb hatást. Napjainkban is, és abban az időszakban is ez annyiban változott meg, azért el tudjátok képzelni azt, hogy a templom térre, amit úgy őriztek akkor is a zsidók, külön templomi őrség volt. Tehát oda nem lehetett bemenni félmeztelenül, gatyába, stb. Ez a templom térnek az őrzése a mai napig így van, csak ma nem a zsidók őrzik, hanem egy másik csapat őrzi, de majd lesz váltás, tudjátok, ez így évszázadonként, évezredenként változik, mondjuk most a templom térnek az őrzése elég régóta változott már, de a jó hírem az, hogy a közeljövőben változni fog. Közelebb van már a változás, mint gondolnánk.
És ezért ez a templomi őrség szigorú szabályokat vezetett be, és nem lehetett akárhogy bemenni, tehát az, hogy oda galambárusok, az, hogy oda birkaárusok, az, hogy oda pénzváltók bejussanak, az nem úgy volt, hogy kiváltották a bérleti díjat, és akkor az önkormányzat, a jeruzsálemi kiadta nekik a helyet, hanem ahhoz bizony a főpapnak kellett hozzájárulnia. Abban az időszakban, tudjátok, Jézus idejében Kajafás volt a főpap. Miért járult hozzá ez a főpap ahhoz, hogy be tudjanak lépni ezek? Hát jól felfogott érdeke volt, volt benne neki haszna, volt benne neki pénze. És ezért nagyon fontos, hogy a mai napon is, ugye a mai napokban is a keresztény világot azt szedi ketté, hogy van az emberben egy vágy, egy indulat, hogy a legnagyobb hatást rám ne ember, hanem a legnagyobb hatást rám Isten tegye, ezért szükséges az Istennel való találkozás. Miért? Mert azt tud engem kifordítani úgy, mint egy belső zsebet. És látjuk a másik törekvést is, hogy az emberekre gyülekezetek, személyek nagyobb hatást akarnak tenni, mint maga az Isten. Ezért nagyon elengedhetetlen dolog az, és itt a templomba is Jézus erre rágott be, hogy nem lehet, hogy az atya házában, az atya nevében emberek, személyek, dolgok, árusok, nézetek, teológiák nagyobb hatást tesznek az emberre, mint maga az Isten, amit akar tenni az emberekre. És ezen háborodott föl, és ezért ugye elég rendes eszközhöz folyamodott. És higgyétek el, hogy amikor emberek, vagy amikor közösségek tesznek nagyobb hatást az emberre, mint az Isten, az rossz neked is, nekem is, akire ezt a hatást teszik, és rossz annak is, aki azt képzeli, hogy nagyobb hatást tud tenni rád, mint az Isten. Miért? Mert egy idő után Istennek fogja képzelni magát. Ezért nem véletlenül, ha megnézitek a kornak a farizeusait, a kornak a vallási vezetőit, azok bizony miért akarták eltiporni Jézust? Azért, mert rosszat tett? Azért, mert válságba vitte a várost? Nem. Azért, mert az Isten fia nagyobb hatást tett az emberekre, mint ők saját maguk. És nem szerették volna ezt elveszíteni. A Jeremiás könyvét, ha fellapozzátok, Jeremiás könyvének a 17. részéből engedjetek meg egy nagyon-nagyon gyors igét. Jeremiás az ilyen csupa gyors igéket írt, mert mindig menekülőben volt, és őnek így gyorsan kellett írnia, gyorsan kellett megfogalmazni a mondatait. Azt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Miért nagy bölcsesség, amit Jeremiás mondott? Azt mondta, hogy van egy olyan tulajdonsága az emberben bízásnak, a testi erőre támaszkodásnak, hogy mit csinál ez, ellenkező hatást ér el, elfordítja mit? Az Úrtól a szívet. Ezért fordul az elő a történelemben, testvérek, amikor az emberek, és legyen az politikai vezető, legyen az vallási vezető, legyen az bármilyen vezető, amikor az emberek elkezdenek emberben bízni, higgyétek el, az mindig egy istentelen korszakot eredményez. Miért eredményez istentelen korszakot? Azért, mert elfordítja az emberben való bízás az Úrtól az embereknek a szívét. A Mikeás könyve is, a Mikeás is mond egy nagyon-nagyon jó dolgot, sok jó dolgot mond, de ezzel kapcsolatban mond egy nagyon fontos dolgot, Mikeás 5-7, olyan lesz Jákob maradéka a sok nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a zápor a fűnek, mert nem emberben reménykedik, és nem emberek fiaiban bízik. Mit mond az ige? Elmondja Mikeás az ellenkezőjét. Mit mond? Amennyiben nem emberben reménykedünk és emberben bízunk, akkor mi történik? Olyan lesz a Jákob maradéka a sok nép között, mint az Úrtól jövő harmat. Látjátok, hogy az Isten igéjében, és higgyétek el, Jézus nem a rendszerre rágott be, mert tudta nagyon jól, hogy az áldozati állatok szükségesek ahhoz, hogy az ünnepet megöljék. Tudta nagyon jól a törvény, micsoda, ő töltötte be a törvényt. És ezért nagyon-nagyon fontos volt, hogy ezt tisztázzuk, hogy miért is. És ezért tudjátok, nagyon-nagyon veszélyes az a folyamat, ami kezd ma kialakulni, mert lehet látni, hogy az emberben való bízás, közösségekben való bízás, és mehetnék még más irányba is, ezek mi a legnagyobb kára? Az, hogy az ember elveszti az Úrban való bizadalmát. Elveszti az Úrnak a félelmét. Elveszti a látását az Úrral a kapcsolat, az Úrral való kapcsolatát. Ezért ugye milyen
Nézzük meg, hogy milyen helyek voltak a templomban. A templom nagyon egyszerű felépítése volt, gyönyörű épület volt, és a központi része a templomnak a szentély volt, amely a szentélyből és a szentek szentjéből állt. Oda ugye csak arra elhívottak, az arra választottak, mehettek be. Tehát nem volt olyan, hogy te befizetted a belépőjét, bekoboroltál a frigyládához, lecsekkoltad, adtál neki egy puszit és mentél tovább. Nem volt erre lehetőség, be se lehetett lépni a szentélybe. Nagyon határozottan és világosan Isten lerögzítette, hogy milyen lehetőségek és kik tudtak oda belépni. Aztán volt ugye az asszonyoknak az udvara, ott nagy tolongás volt, de nem is erről a kettőről akarok ma beszélni, hanem volt a harmadik, ami mindezeket körbevette, ezt úgy hívták, hogy pogányoknak az udvara. Nagyon érdekes még a szóhasználat is, hogy pogányok udvarának hívják. Mit is jelentette ez? Ez azt jelentette, testvéreim, hogy mindig és mindenkor, még a zsidó vallásban is voltak pogányok, akik szerették volna az Ábrahám, Izsák és Jákob istenét megnézni. Szerették volna hallgatni, szerették volna az igét megérteni. Csak gondoljatok bele, itt már Jézus korában a második templomnál járunk, a második templomnak már a második időszakában, a heródesi időszakában, de gondoljatok csak el, ma miért mennek milliók Jeruzsálembe? Miért mennek milliók, miért kihagyhatatlan? Én még olyan embert nem hallottam, aki elment Jeruzsálembe, és azt mondja, hogy a francba, a Sirató falhoz elfelejtettem elmenni. Miért teszik ezt meg az emberek? Hát pontosan ezért, amiről beszéltem, és kik teszik meg a legjobban? Pogányok, testvérek, görögök, rómaiak, magyarok, kínaiak, cigányok, és még sorolhatnám tovább. Miért? Azért, mert azt találta mondani Salamon, és Salamon nem mellé nyúlt, nem gurult el a gyógyszere, hanem Salamon mai szóhasználattal élve tényleg kenet alatt imádkozott. És ez tényleg kenet volt, jó? Mert itt nem a nagy testvér borította föl a papokat, hanem itt tényleg az Isten ereje borította föl a papokat. Ezért ezt nyugodtan kimondhatjuk, hogy ő kenet alatt imádkozott. Ott higgyétek, ez senki nem esett volna térdre, ha nincs Isten ereje. És ez a Salamon elkezdi sorolni természetesen először a sajátjait, de a legvégén elmond ez a jó gyerek egy mondatot, amiben azt mondja, hogy Uram, ha a pogányok ide jönnek, ide, ehhez az épülethez, azzal a szándékkal, hogy téged meg akarnak ismerni, téged keresni, nem kíváncsiskodásból, nem, csak azért, mert téged keresnek, akkor kérlek, hogy hallgasd meg őket. Tehát ez nem itt indult, hogy a görögök, higgyétek el, hogy ezt a görögök, a rómaiak, mindenki, akinek már tele volt a hócipője a saját bálványistenével, tele volt a hócipője a saját istenével, az mindegyik rájött arra, hogy az Ábrahám, Izsák és Jákob istene valami más. És ezért, amikor ők elkezdték keresni és megérkeztek a templomhoz, akkor Isten rendelt ott egy helyet, ez volt a pogányok udvara, mi történt a pogányok udvarában, barátaim ott hirdették nekik, olvasták fel az igét. Le lehetett ülni, és lehetett hallani a Mózes könyvét. Mondok erre nektek bizonyítékokat. Volt egy etióp pénzügyminiszter, aki fölugrott Jeruzsálembe. Miért? Mert érdekelte az ige. Aztán volt egy szerecsen komornyik, aki szintén felugrott Jeruzsálembe. Olvassátok el ezeket a történeteket. Ezek miért mentek föl Jeruzsálembe? Mert olcsó volt, last minute utat kaptak? Nem, azért, mert az Isten igéjét szerették volna hallgatni. Aztán egyszer mondják a tanítványok Jézusnak, hogy vannak itt görögök. Vannak görögök, akik szeretnének téged hallgatni. Görögök, értitek? Görögök. Ők egyértelműen a pogányok udvarába voltak, de Isten rendelt egy olyan udvart, volt ez a hely a templomban, ahová ha pogány érkezett, bemehetett, leülhetett, hallgathatta az Istennek az igéjét, hallgathatta a felolvasást, imádkoztak érte, és ha még volt vér a pucájába, ő is imádkozhatott. Ilyen volt a pogányok udvara. És ugye Jézus, amikor belépett a templomba, ő nem a szentek szentjébe ment be, ő sem mehetett be a szentek szentjébe. Miért? Hát ha felismerték volna, akkor bemehetett volna, hogy na, ez aztán igazi főpap. Ő is bement a pogányok udvarába, és mit látott a pogányok udvarába? Hogy felcserélték, nem férnek be a görögök, nem férnek be a rómaiak, nem férnek be a szírek, az arámiak, a magyarok, mondjuk azok később mentek, 1000 évvel, meg más szándékból, de nem férnek be, miért? Azért, mert tele van pakolva árusokkal.
Tudjátok, Jeruzsálemben mindig is, ha egy kicsit Jeruzsálem történetét nézzük, ott van a fal mellett, nem messze az archeológiai park, ami tökéletesen bemutatja a korszakokat. És ott lehetett látni, hogy ezeknek az árusoknak például az állatok, azok a Zulajfák hegyének a lejtőin voltak, voltak olyan piacok, vásárterek, vásárcsarnokok, ahol meg lehetett venni ezeket az állatokat. A pénzváltók általában a kapuban ültek. Tudjátok, hogy az öreg Máté gyereket is a kapuból hívta el az Isten. Miért? A kapuban ült, mert a kapuban kellett lecserélni a pénzt. És ezért ugye Jézus mit tapasztalt? Mi? Ez volt neki új, hogy vannak árusok és vannak pénzváltók. Ez nem volt neki új, többször járt már Jeruzsálembe. Az új az volt, hogy ezek bent vannak a pogányok udvarában. És az új az volt neki, hogy a pogányok udvara nem tudja betölteni azt a funkciót, amiért Isten ezt rendelte. Tudjátok, nagyon sokszor, és azért hívom fel erre az igére a figyelmeteket, mert remélem, hogy a végére kibontja a Szentlélek és kifogja, azért hívom fel, mert amikor azon sopánkodunk, hogy miért nincs ébredés, akkor meg kell nézni, hogy azon a szellemi helyen, amit ma pogányok udvarának hívunk, mit csinál az egyház, mit csinál a templom vezetője, mit teszünk azon a helyen? Árulunk? Jézus él pólót? Halleluja bögrét? Mit csinálunk azon a helyen? Vagy azon a helyen várjuk a pogányokat. Tudjátok, a pogányok udvarát azért rendelte Isten, mert oda mindig küldött olyan zsidókat, olyan szolgálókat, akiknek nem a teológiával volt tele a feje, hanem az oda betörőt például miért volt Fülep különleges, mert Fülep, mikor fölült a szekérre, akkor nem azzal kezdte, hogy kioktatta a vele szembe ülőt, hogy figyelj ide, te egy csont ízig-vérig pogány vagy, közöd nincsen, tök hülye vagy Ézsaiás könyvéhez. Hanem mit mondott neki? Mit olvasol? Legnagyobb megdöbbenésére mit mondott? Izsaiás könyvét. Fülep ráér, ránéz, mert nem látja a fényt az alagút végén. Azt mondja, érted? Mondja neki az emberünk, nem értem. Mit mond neki? Hát, akkor meg fogsz pusztulni. Az égből jön a kénküves ménkürád. Nem, hanem azt mondja neki, akkor segíthetek. És olyan szinten tudott neki Fülep segíteni erre, ráment pár órája. Lehet, hogy a jeruzsálemi vezetéssel akkor pont egy vippes ima alkalmon vehetett volna részt, de nem ezt tette, hanem mit csinált? Elkezdte neki magyarázni az Ézsaiás igéjét. És mi lett ebből a, figyeljetek, az Ézsaiás történetéből, az Ézsaiás igéből, mire jutott az emberünk? Hitre. Nem is akármilyen hitre jutott. Tudjátok, azért Ézsaiás igéjéből eljutni a vízkeresztségig, ez nem egy egyszerű folyamat. És az emberünk eljutott a vízkeresztségig. Ézsaiás könyvéből. És ezért ugye a pogányok udvara egy ilyen hely volt, hogy Istennek a pogányokra is volt gondja, és ezt kérlek benneteket, hogy az Ószövetségre soha ne úgy tekintsetek, az Ószövetségben volt az Istennek gondja a pogányokra. Lehet, hogy ezt a zsidók nem doborították ki, de az Istennek volt gondja. Salamon idejében is volt gondja. Testvérek, Salamonnak olyan erős imája volt, hogy a mai napig ennek köszönheti Izrael a 30%-os turista bevételeket. Mert az emberek, amikor elmennek Jeruzsálembe, csak a töredéke megy Eilatba búvárkodni. A nagy része még mindig sajnos a Via Dolorosára megy. Megy stációkba. A másik része az csak beugrik. Ismerek olyan vállalkozókat, akik fölülnek pénteken a repülőre, mert eléggé gázban van a vállalkozásuk, kimennek, ráköltenek 200-300 000 forintot az útra, imádkoznak egyet a falnál, mert biztosabbnak érzik, hogy kihozza őket Isten az adósság csapdából. A mai napig van ennek hatása, a mai napig vonzza a pogányokat. Testvérek, ha elmentek az ausztriai Alpokba, szebb helyeket találtok. Ha elmentek a francia és az olasz Alpokba, szebb helyeket találtok. Csak szép helyek vannak, a szátok tátva marad. Izraelnek egy vízesése van, komolyabb az Engedi, abban is van víz, néha nincs víz. Van gyönyörű szép folyója, ami kettőszeli az országot, a Jordán. Ugye Naamán, akit múlt héten említettem, azért, mikor mondta neki az Elizeus, hogy fürödj meg a Jordánba, Naamán azért nézett rá, hogy mit mond Besenyő Pista bácsi? Normális. Ha hova? Hát Damaszkus folyóvizei. Ha hol vannak ezek emberek? Hát ott már mi rég hajóval megyünk át. Ti meg mindig száraz lábon. Mikor egyszer mentem a busszal, és mondja az idegenvezető, hogy és mellettünk a Jordán hömpölyök. Tudod, és néztem, hát ez már nagyon megsütötte a nap. Hát milyen Jordán? Hát itt a Kapos folyó nagyobb vízhozammal bír. A Baranya csatorna, ha egy kicsit felszívja magát, sokkal jobban néz ki.
Hát a Dunához nem is hasonlítanám. És mégis a Jordánban, a Jordánban, a Jordánban, a Jordánban miért mennek oda az emberek? Van egy hely, ahol földúzzasztották a Jordánt. Miért? Mert ott keresztelkednek. Hogy ott mindig legalább annyi víz legyen, hogy a fejét a víz alá lehessen dugni. Mindig. És tudjátok, mennyien keresztelkednek ott? Többen, mint egész Magyarországon. Többen, mint egész Európában. Sorba be kell jelentkezni. És mindenki nagy kiváltságnak tartja. Én egy kádba keresztelkedtem. De nagyobb vízhozam volt benne, mint a Jordánban. Ezt higgyétek el nekem. Miért? Miért van ez? Azért, barátaim, mert az Istennek mindig is volt gondja a pogányokra. Mindig is volt gondja. Nem véletlenül, amikor a zsidóknál mi volt a legnagyobb csalódás, hogy betelik a 2000 esztendő Ábraham elhívása után, és azt hiszik, hogy most eljön a mennyei királyság, és az Isten bejelenti, hogy nem, a következő 2000 év a pogányokról fog szólni. A pogányok időszaka lesz. A kegyelem időszaka, testvérek, az a pogányok időszaka. Ez egy olyan időszak, amikor Isten megemlékezik az eresetről, a bűnösről, ahogy a Laci mondta múlt hét végén, hogy amikor a legmélyebb pontodon vagy, akkor tud a kegyelem működni. Hát arra hivatott, arra küldetett. A kegyelem nem arra küldetett, hogy mint egy szentkép lebegjen fölöttünk, hanem a kegyelem arra küldetett, amikor ott állsz a házasságtörés kellős közepén, nyakik benne a pácba, akkor tud elkezdeni működni, ha te igényt tartasz erre, és vágyod ezt. Mindig azt hiszik, hogy a kegyelem csak az első sorokban működik, meg a második sorokban. Ti már rég rájöttetek, azért nem ültök ide. Nem ott működik. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az Isten a pogányoknak is volt helye az Isten előtt. A pogányok udvara tulajdonképpen az evangelizációnak volt a helye. A pogányok udvara a missziónak volt a helye. Az, amikor lehetett beszélni szabadon az Istenről. Azon a helyen nem a Diannáról, meg nem a bálványistenekről, hanem az Ábrahám, Izsák és Jákob istenéről beszéltek, magyaráztak, és nem egymásnak magyaráztak a zsidók, hanem a pogányoknak. És a pogányok leültek oda. Tudjátok, Jézus miért járt föl tanítani a templomba? Pál miért ment föl tanítani a templomba? Azért, mert mindig is voltak pogányok, akik vágyták, éhezték az Istennek az igéjét. És ezért a pogányok udvara a keresőknek a helye volt, azoknak a helye, akiknek elegük volt a maguk alkotta istenekből, elegük volt az erőtlenségekből, a sötétségből, a szellemi nyavajákból, egyszerűen mire vágytak? Világosságra vágytak. És sokan jöttek. És ha megnézitek Jézusnak a felháborodását, az pontosan azért volt, nem az árusokon döbbent meg, hanem azon, hogy jelen pillanatban az árusok elfoglalták annak a helyét, ahol az Isten meg tudja szólítani a pogányokat, meg tudja szólítani a tényleg keresőket. Tudjátok, bent az asszonyok udvarában, és bent a szentélyben, és aztán még beljebb a szentek szentjében, ott nem feltétlenül ebben a korszakban szívből kereső emberek voltak. Ott mi történt? Sokan voltak, rengetegen voltak, de ott mi történt? Liturgia volt, testvérek. Meg volt minden másodperc írva. Egyedül a pogányok udvara volt az a hely, ahol tényleg le lehetett ülni, és azt lehetett mondani, hogy én pogány vagyok. De egyszerűen érdeklődök az Isten után. Ott, aki érdeklődött, az hogyan érdeklődött? Szívből érdeklődött. Bejebb nem volt lehetőséged szívből érdeklődni. Bejebb nem volt lehetőséged, miért? Mert nem vihettél oda egy feslett állatot. Minden, barátai, minden részlet meg volt írva. Minden pontjában meg volt írva, hogy mit lehetett csinálni. És ezért Jézus nagyon berágott, hogy pont azt a helyet, ahol az Isten meg tudja szólítani, ott pont a keresők voltak, azt a helyet foglalják el az árusok. Két kategóriát említ, ugye? Az árusokat és a pénzváltókat említi. Ugye az árusokkal kapcsolatban, hogy elmondtam, ezt a hatalmas tömeget, szükség volt az árusokra, mert ezt a hatalmas tömeget állatokkal, élelemmel és mindennel mi szolgálta ki, ezek az árusok szolgálták ki, és szükség volt viszont a pénzváltókra is, ahhoz, hogy az emberek, ha beléptél a templom térre, beléptél Jeruzsálemnek erre a részére, ott nem fizethettél kemény magyar valutával. Nem fizethettél dollárral se, és nem fizethettél euróval se. Miért? Mert ott át kellett váltani a pénzt. Ott nem volt használható ez a pénz. Tudjátok, nagyon érdekes, hogy Jézusnak az okozta a felháborodását, hogy miért vitték mégis a templomba. Miért vitték mégis a templom térre ezt a tevékenységet. Hát a legelső, ami miatt oda vitték, és tudjátok, mindig
A válságot ez kezdi el okozni az Úrral való kapcsolatunkban, hogy ez mindenkinek kényelmes volt. Ez egy kényelmes helyzet volt. Egy birkát végighajtani a fél országon, egy galambot végig itatni, etetni és végigvinni, az egy nehéz dolog volt. Ez kényelmes volt, hogy oda nyúltam. Tudjátok, ma is azt hiszik az emberek, és azt gondolják, hogy az igazi vallás, az igazi istenkeresés az, amikor jobbra nyúlok, balra nyúlok, és minden ott van kéz alatt. Ma elmész egy meg a giga gyülekezetben, ott mindent megkapsz. Megkapod aznap a bűnbocsánatodat, a vízkeresztségedet, a Szentlélek keresztségedet, a hitbeli könyvedet, a személyre szabott színezett Bibliádat, megkapod az áldásodat, mindent egy nap be tudsz harácsolni. Minden elérhető. És ezért ugye egy kényelmi szempont volt az emberek számára, nagyon mindenkinek kényelmes volt, hogy nem kellett erőfeszítést tenni, hanem mindenre megvolt a válasz. Tudjátok, ma is az elkényelmesedett és a megfáradt keresztények és a megfáradt közösségek pontosan azért fáradnak meg, mert azt gondolják, hogy minden, mindenkor olyan kényelmesen fog történni. Csak felszólunk az Úrnak, tudjátok, a jóléti evangéliumnak ez az alapja. Felszólunk az Úrnak, és az Úr intézkedik. Kell pénz, az Úr intézkedik. Kell lehetőség, kell munkahely, az Úr intézkedik. Mert az Úr ezért van, hogy intézkedjen. És olyan megdöbbentő, olyan megrázó, ami zajlik ezen a területen. Most is a napokban 2, 3, 4 videó is eljutott hozzám, ahol megrázva, megrendülve látom, hogy hogy magyarázzák az emberek, hogy ha adsz $1000, akkor mi fog következni? Ha adsz 100-at, akkor mi fog következni? És az emberek teljes mértékben magyarázzák, hogy miért jó ez. Aztán a másik videón látom 2 világhírű szolgálót, aki megmagyarázza az embereknek, hogy miért jó, hogy magánrepülőgépekkel rendelkeznek. 4-jel, 5-tel, 6-tal. Mert a sima repülőgépen nem lehet fölállni utazás közbe és dicsérni az Urat. Mert tele vannak démonokkal a sima repülőgépek, de a magánrepülőgépekben nincs démon. És tudnak az emberek Isten felé, tud a szolgáló testvér Isten felé fordulni. És ketten magyarázzák, és győzködik az embereket, hogy ez Istentől van. És tudjátok, olyan megrázó ez. És amikor kiáll valaki, aki elmondja, hogy emberek, ezt ne egyétek meg, ez nem jó, akkor azokat meg 1000-rel ütik, vágják. Miért? Hát azért, mert testvérek, kényelmes dolog, amit ma Isten nevében elértek az emberek. És ezt nem akarják föladni. Ez kényelmes dolog. Ez egy nagyon kényelmes, nagyon könnyű dolog. Nagyon könnyű oda nyúlni, ide nyúlni. Ez egy nagyon kényelmes dolog. Azt mondani, tudjátok, a legmegrázóbb, amikor olyan helyeken, ahol emberek százezrei, milliói $1-2 élnek, ezeken a helyeken az $1-2 is elkérik annak a reményében, és az emberek pedig odaadják annak a reményében, hogy majd ebből lesz 100, 200, 300 és 400. És Jézus azt mondta, hogy fiúk, amit csináltok, az nem azon a helyen csináljátok, ahol kell tenni. És azt ne felejtsétek el, soha ne felejtsétek el, ezek a galambárusok, ezek a mindenféle portékát árulók, pénzváltók, ezek csak úgy juthattak be a templomhegyre, hogy megengedték nekik. Testvérek, én hiába akarok bemenni a budapesti Váci utcába, és árulni, mit tudom én, kolbászt. Hát jön a közterület felügyelő, és mit csinál? Kirak. Kell kérjek hozzá engedélyt. Ki ad engedélyt? Hát ma már nem tudom, de valaki biztos. És utána árulhatok kolbászt. De nem mehetek oda magamtól. Ezek az emberek nem mentek oda maguktól, ezek az emberek kaptak arra engedélyt, hogy ezt megtegyék. És ezért nagyon nagy a felelősség, hogy azt a helyet, Jézus ezt mondta, hogy az a baj, hogy azt a házat, az atyának a házát, és tudjátok, a Bibliában a templom nem csak az épületet jelenti, hanem a Bibliában a templom saját magunkat is jelképez. Azt mondja, hogy nem lakok kőben, fában, hanem a testeteket választottam templomomul. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ez mindenkinek kényelmes volt, és ezért nagyon-nagyon szerették. A templom vezetőinek, az előjáróknak ez jövedelmező cselekedet volt. Ez egy jövedelmező forrás volt. Minden után leesett a pénz. Tudjátok, nem véletlenül mindenki adót akar szedni. Az adó a legjövedelmezőbb dolog. Dolgozhatsz te akármilyen iparágba, az adó a legjövedelmezőbb dolog. Miért?
Testvérem, ha veszel egy nyalókát, azon is van áfa. Ha kifizeted a villanyszámládat, azon is van áfa. Az mindig leesik. Az mindig leesik. Bármi. Az cső, ezért mindenki nagyon nagy harc van mindig az adószedésért. Persze az adót lehet jó dolgokra is fordítani, és az adót lehet rossz dolgokra is fordítani. Tudjátok, a legmegdöbbentőbb az volt, ami azt gondolom, hogy Jézus legjobban megrázta, hogy mindezek mellett két ajtóval arrébb a templom zavartalanul működik. Az áldozatok zavartalanul mennek, a tömeg hömpölyög, minden zavartalanul működik. Nem történik semmi, minden a megírt rendben, a liturgia szerint zajlik, folynak az Isten tiszteletek, az áldozatok bemutatásai, folynak az Isten keresések, és minden zajlik, teszik a papuk a dolgokat, és közben úgy teszik a dolgokat, hogy már nem is zavarja őket, hogy azon a helyen, ahol az Isten meg akarja szólítani az embereket, állati ürülék van, állatok bőgnek, suhog a pénz, csörög a pénz, veszekednek, vitatkoznak, mert azért gondolhatjátok, egy piacon, ha jártatok már piacon, én a 10 éves koromban a vásártéren szocializálódtam, onnan indult a vállalkozói karrierem, hogy papírzsebkendőt meg WC-papírt árultam egy kis asztalról, ott azért barátaim meg kellett küzdeni. Én kiraktam 128 forintért a 8-es WC-papírt, régen volt, azért ne jegyezd meg ezt a számot, tehát régen volt, akkor 20 tekercs, vagy 15 forintból meg volt egy tekercs. Ma már a végterméket se tudjuk olcsón kiengedni, tehát nagyon drága lett. És volt konkurencia, mert mikor látták, hogy kígyózott a sor, akkor a következő héten megjelent valaki 127 forintért. Akkor mi elkezdtünk mosolyogni, és díszmagyarba öltözni, hogy valahogy oda vonzunk a vevőket. Akkor ők is elkezdték. De van egy piactéren, egy vásártéren, van dulakodás. Kiabálják az emberek, ideverek, odaverek, megjöttek a pulóverek. Mindenki valami újat talál ki. Miért? Vannak a szlogenek, a legprimitívebb szlogeneket a vásártéren tudod hallani. Kisfiamnak még nem tudta az apát meg az anyát, de voltunk egyszer a piacon, és azt már hazament, és akkor mondja, ideverek, odaverek, megjöttek a pulóverek. Barátjaim kígyózott a sor a pulóverárusnál. Miért? Mert tetszett az embereknek. Hát ennek ilyen jó dumája van, biztos jó pulóverje is van. Most erről ne beszéljünk, hogy milyen pulóverje volt, de nagyon jó volt az invitálás. Mindig van veszekedés, én 3-4 évig jártam piacozni, nem volt olyan piac, ahol nem volt box. Nem volt olyan piac, ahol nem volt nézeteltér, és nem volt olyan piac, ahol valakinek ne lopták el a táskáját. Nem volt olyan piac, ahol valakit ne vertek át. Mennyiért vetted a túlsfüldőt? 500-ért? 500-ért? Hú, a szuper! Mert ott a sarkon 50-ért lehet ugyanezt kapni. Voltak átverések. Egy mindig van tolongás. És tudjátok, a legmegdöbbentőbb az volt, hogy Jézus belép a templom térre, ahol már maga mögött hagyja a világot, és azt látja, hogy elkezdték használni a templomteret helytelenül. Helytelenül. Tudjátok, én nagyon sokat gondolkodtam, és egyszerűen valahogy a belső világomból is adódik, hogy nem tudok szó nélkül elmenni az igazságtalanság mellett. És ezért nagyon sokat kapok a pofámra, hogy nem hallgatok, hanem hogy az ember kimondja, ami benne van. De azt látom, hogy van az a pont, és én magamat nemhogy Jézushoz, hát nem tudok olyan szereplőt mondani a Bibliába, akihez méltó módon hasonlíthatnám magamat. De mégis van az a pont, látjátok, tud olyan mélyre süllyedni az ember és Isten kapcsolata, amikor azt gondolom, hogy kell, és fontos, és muszáj szólni. És Jézus itt azért rengetegszer ment a templomba. Lehet, hogy rengetegszer, tudjátok, vagytok úgy ti is, hogy egy darabig tültök, van az a bizonyos pohár. És minden egyes keserűség, minden egyes botrány, minden egyes indulat ezt a poharat tölti. És van, amikor ez a pohár semmi nagyon nem borul ki, hanem valami egyszerű picin borul ki. Házastársak is bizonságot tudnak tenni róla, hogy a pohár soha nem az miatt borul ki, hogy valami egetrengető, mindig valahogy úgy alakul, hogy a pohár valami hülyeség miatt telik meg. Valami egyszerű, nevetséges dolog miatt telik meg. És itt is úgy volt, hogy Jézusnál megtelt a pohár, mert azt mondja, hogy lehetetlen dolog, hogy még mindig vannak emberek, annak ellenére, hogy itt megy évtizedek óta a liturgia, vagy évszázadok óta megy a rendszer, senki semmihez nem fér hozzá, mégis vannak, még ennek ellenére vannak emberek, akik jönnek hétről hétre, és akarják keresni az Istent. És nem férnek hozzá az Istenhez, mert a birkaszarba nem tudnak leülni, mert a bégetéstől nem hallják az Isten hangját,
Mert csak csencselni lehet, hogy az Istenhez hozzáférjél, és egyszerűen ez teljes mértékben felháborította. És tudjátok, mikor azt mondja, hogy nagyon érdekes, azt mondja ugye az ige, hogy kiverte, kiűzte őket, ott nagyon érdekes, amit mond, ott pontosan az eredeti fordítás azt jelenti, hogy azok az emberek, akik az Isten házába ezt csinálták, azok nem, ez a kiverte, Károly csak szerette volna, hogy ez így legyen, de ez azt jelentette, hogy szembe kerültek Jézussal. És tudjátok, az a konfliktus, amit ma világméretekben, nem csak Magyarországon, hanem világméretekben átél az evangéliumi kereszténység, az pontosan arról szól, hogy azokat a helyeket, amelyeket Isten szolgálatra, Isten az emberek megsegítésére, befogadására, segítésére rendelt, azokat a helyeket is elfoglaltuk teljesen más tevékenységgel. Ezért óriási nagy vita az egyházban, hogy bejöhet-e az egyházba a politika, továbbra is határozott álláspontom, hogy nem. Bejöhet-e az egyházba a biznisz, továbbra is határozott álláspontom, hogy nem. Abba a pillanatban, hogy mi elkezdünk egymással, hallgassátok meg a testvéri történetekben a tragédiákat. Tudjátok, mik voltak, amikor bíróságra keveredtek? Minden egyes esetben az volt, hogy bizniszeltek egymással, és a bizniszből nem tudtak jól kijönni. Amikor az egyházba bejöhet a profit, tudjátok, az egyház nem profit alapon működik, csak a jóléti evangéliumban működik. Az egyház egyáltalán azt mondja, mit mond a gazdagról, hogy forgassa meg a pénzét. Nem, a Biblia azt mondja, hogy azért áldott meg az Isten, hogy te többet tudsz segíteni akkor. A szegényről mit mond? Az, hogy ő akkor hitetlen? Nem! A szegényt ugyanúgy megáldja. Egészen más rugol jár. Gondoljatok csak, legyen előttetek az a történet, amikor kirántják a házasságtörő asszonyt, a parázna asszonyt kirántják a pasi mellől, és ledobják oda Jézus lábai elé. Végig hurcolják az egész városon, és ledobják. Testvérek, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Itt Jézus minden létező törvényt áthágott. Minden létező törvényt, minden hatályban lévő létező törvényt áthágott. Ennek az esetnek egyetlen egy megoldása volt a megkövezés. Nem volt másik, harmadik, negyedik megoldása. De annyira másképp, és tudjátok, utána nem olvassuk, hogy Jézus összetörve bement az imakamrájába, és azt mondta az atyának, hogy atyám, bocsáss meg a bűneimért, ezt meg kellett volna kövezni. Hanem határozottan az élete földi pályafutása végén elmondja, hogy minden a főpap imájában, hogy minden, amit tettem, tökéletes szinkronban volt az atyával. Semmit nem tettem, amit az atya ne akart volna. Semmit nem vittem végbe. És tudjátok, mi volt? Az emberek mit láttak? Meg kell ölni. Mondták a törvényt, mondták a szabályokat. Meg kell ölni. Jézus mit mondott? Igazatok van. Meg kell ölni. Csak előtte egy kérésem lenne. Az ölje meg, aki nem tett ilyet. Bátorhúzás volt? Nagyon. Nagyon. Miért mert bátorhúzást lépni Jézus? Mert tudta, hogy abban a galériban, aki ott összeverődött az asszony megölésére, abban a galériban egyedül ő nem csajozott. Egyedül ő ártatlan, egyedül ő tiszta. És tudta nagyon jól, hogy innentől kezdve a döntés hol lesz? Az ő kezében lesz. Miért utálták? Miért gyűlölték? Hogy lehetett egy ilyen jó embert utálni? Hogy lehetett egy ilyen jó embert gyűlölni? Hogy lehetett egy ilyen megmentőt? Ez egy aranytojás, tojótyúk volt Izrael számára. Hát gyógyított. Hát hazavágta, ma egy ilyen testvérek, aki az egészségügyben dolgozik, ma egy ilyen lenne, aki kiüríti a kórházi ágyakat. Ma meddig jutottunk? Hálásak vagyunk a piros orrú emberekért, akik vasárnaponként bemennek a kórházba, és szereznek egy pár örömteli percet a bohóckodásukért. De ez kiürítette a kórházakat. És mégis kinyírták. Miért? Azért, mert egészen másképp gondolkodott, mint ahogy az emberek. Egészen más rugóra járt. És amikor bement, és azt látta, hogy innentől kezdve, akik fölmennek Jeruzsálembe, nem tudják hallgatni a pogányok udvarába az Isten igéjét. Akik fölmennek Jeruzsálembe az állatok zajától, a kereskedők zajától, nem tudnak odafigyelni az Isten igéjére, nem tudnak imád kérni. Akkor azt mondta, hogy ennek egyszer és mindenkorra vége. Próbáljuk ma megoldani mindenféle könyvekkel, mindenféle formákkal, mindenféle ima, böjt. Szóval tudjátok,
elnézem az egyházakat évelején, az összeset, van ez a januári imahét, meg böjthét, mindenki összeáll, mint a túrós tészta és böjtöl, imádkozik, böjtöl, mindent megtesz. Aztán utána eltelik néhány hónap, és senkit nem akarok bántani se, te védeni se, de egyszerűen az történik, hogy talál egy ember mondani egy rosszat, tudjátok, itt most nagy csata zajlik a BPA és az egyéb gyülekezetek között, Görbisz Tamás testvérünk rengeteg jó tanítás mellett elmondta egyszer a saját véleményét. Ami most nem vitatkoznék, hogy jó vagy rossz, mert nem ez a tárgya. De mindjárt jöttek a teológusok, és a teológusok nem nézték benne az embert. A teológia sose nézi. Teológiailag a házasságtörő asszonynak halált kellett volna adni. Én ezért hála az Úrnak, hogy nem vagyok teológus. A teológusoknak arra hívom fel a figyelmüket, hogy nekik szükségük van az ilyen fajankokra, mint én vagyok. Az ilyen fajankoknak, még én vagyok, nekem meg szükségem van a teológusokra, de ez nem úgy megy, hogy kicsináljuk egymást. Hanem ez úgy megy, hogy ő is enged, és én is engedek. És az zajlik, hogy évtizedek óta, tudom, hogy ezt volt hitesként nem szabad mondani, de évtizedek óta ebbe a gyülekezetben jó munka zajlik. Görbisz Tamás prédikációi jók, emberek ezreinek építi az életét. Emberek ezreinek. Jók ezek a prédikációk. Bátran felszabadítalak benneteket, hogy hallgassátok meg. Szabaduljatok fel rá. Mindenki jót mond, azt hallgassátok meg. És nem vitatkoznék ezen a prédikáción, csak megdöbbenve látom, hogy már 200 fölött tart egyházvezetőknek az aláírása, akik elítélik. Persze nem írják le, hogy XY-t ítélem el, meg Y gyülekezetet, csak elítélem ezt, meg azt, mert én másképp gondolom. És tudjátok, a legmegdöbbentő, mikor végig, először a legmegdöbbentő volt, hogy már fél évvel ezelőtt engem is megkerestek, hogy írjam alá. Mondtam, hogy ha nem lenne igaza, akkor se írnám alá. Mert ilyen nincsen. Ilyen nincsen. Ilyen nem fordulhat elő, hogy azért rohanunk a másiknak. Testvérek, Jézus akkor se rohant a másiknak. Tudjátok, itt miért rohant? Ez az egyedüli eset, amikor a másiknak rohant. Itt tudjátok, miért rohant a másiknak? Pontosan azért, mert a pogányok udvarában elvonták a helyet azoktól, akik tényleg őszintén keresni akarták az Istent. És ki kell ülni, és emberek nyilvánosság előtt vitákat folytatnak, és magyarázkodnak, és tudjátok, ez egyszerűen az zajlik, hogy az a pogány, akiben még egy nagyon pici reménység, egy nagyon pici hit maradt, hogy mindazt, amit mi bemutattunk az Istenből 2000 év alatt, még ezek után is van ő neki kedve egyáltalán az Istent keresni, na azt itt még tökéletesen ráütjük az utolsó szöget. Ne kereste, majd, és megmondjuk neki, hogy hogyan keresse. Tudjátok, olyan érdekes, hogy itt vitatkoznak a kegyelemmel, a kegyelem ellen. Figyeljetek, én még nem hallottam olyan evangelizációt, legyen az katolikus, református, mit mondjak még, baptista, pünkösdista, metodista, evangélista, hú, még nagyon sok van, és neki megyek a falnak, ha mindenket felsorolom, hogy ne azt hirdessék, hogy szeret benneteket az Isten. Menjetek el bármilyen felekezetnek az evangelizációjára. Mit mondom? Szeret az Úr benneteket, kegyelmet adott, megváltotta a bűneiteket. Ezt mondják az embereknek. Az embereknek ezen fölbátorodnak, és mit csinálnak? Bemennek az egyházba. És mit hallanak az egyházba? Szeret benneteket, de! És akkor áll mindenki, néz, mint borja az új kapura, hogy hogy lehet? Az előbb a Széchenyi téren még feltétel nélkül szeretett, még az életét adta értem, és onnantól kezdve, hogy bementem egy épületbe, onnan kezdve, de! Hát akkor megy be a bánat hozzátok, és reméljük, hogy reggelre öröm. Nem, mert nincs de, nincs de, nincs semmilyen de, hanem ugyanaz az Isten van kinn is, mint aki benn van. Mi változik meg benn? Mi? Mi kezdünk el okoskodni? Mi kezdünk el másképp gondolkodni? És Jézus azt mondta, hogy ezt nem szabad megtenni, az atyaházát nem szabad a saját okoskodásunkra kiaknázni. Nagyon imádkozom, hogy Magyarországon is legyenek bátor, tökös, oknyomozó újságírók, akik kimerik mondani azt, ami van. Igen, ez azzal jár, ez sokszor börtönnel jár, ez sokszor az életével jár, sokszor sok mindennel jár, de ez nagyon hiányzik. Nagyon hiányzik, mert mindig van az a pont. Van az a pont, amikor meg kell szólalni. Nem kell mindenért megszólalni, nem kell mindent megkritizálni, mert az egy borzalmas dolog, ha mindenért szól az ember. De van az a pont,
azt gondolom, ami alá nem lehetett menni. És nézzétek meg, ez a történet, ez erről szól, hogy bevittek két olyan tevékenységet, és nem véletlenül, higgyétek el, nem beszél részletesen a Jézus. Két tevékenységet emel ki. Az egyik a csendcselés, a bizniszelés, a másik pedig a pénzzel kapcsolatos tevékenységek. Ezt a kettőt emeli ki. Barátaim, és ne Magyarországba gondolkodjatok mindig, hanem világméretekben megnézitek, az evangéliumi mozgalmat ez a két tevékenység ölte meg és tette tönkre. Ez a kettő. A pénz, a biznisz, olyan szolgálókat, akiket az Isten ereje kiragadott olyan mély helyekről, olyan magasra emelte őket az Isten ereje, hogy ilyet ember nem tud elképzelni. Emberek tízezrei, százezreire gyakorolnak nap mint nap hatást. Emberek százezrei változtatják meg az életüket, az életmódjukat, költöznek el, hogy hallgatni tudják ezeket az embereket. Ezeket az embereket mit tette tönkre? És tudjátok, most már azt tudom mondani nektek, hogy szinte kivétel nélkül világméretekben nem véletlenül találnak egymásra. Nem véletlenül eddig szitták, hát ugye most megdöbbenve tapasztalom a Benny Hinn esetet. Még elmehettek, mielőtt kimondom, de én kimondom. Megdöbbenve! Ezt az embert mindenhol bántották, ütötték, vágták. Mert tényleg megtett olyat, ez aztán tényleg jóléti evangéliumot hirdetett, ami kifört a csövön. Én úgy nőttem fel, és ma azt látom, hogy ezek valahogy a nagy magasságban, a felhők fölött összetalálkoznak ezek a pontok. És kiderül, hogy ezek évtizedes barátságokban vannak. Testvérek, miért? Mert nem akarják azt a kényelmes életüket feladni. Tudjátok, itt lehetett, én ma értettem meg, rengetegszer prédikáltam Zakeus történetéről, de ma értettem meg a szívemmel a lényegét. Zakeus, Jézus azt mondta, hogy ma bemegyek a házadba, és nálad kell vacsorázzak. Zakeus a házát erre a célra oda szánta. És úgy, hogy Jézus nem szólalt meg, semmit nem szólalt meg, ebben a Zakeusban Jézus jelenléte, Jézus tisztasága, Jézus vidámsága, Jézus öröme, Jézus szentsége, minden, ami ebben a személyben benne volt az Istenből, és az Isten ezt telepakolta, ezt a fiút. Ettől Zakeus, nézzétek meg, mi volt az első, amit csinált. Szó nélkül azt mondja, hogy amit elloptam, azt visszaadom. Ez volt az első. Jézus nem mondta neki, hogy loptál, csaltál, hazudtál, nem kellett bűnvallást tegyen. Az első, és figyeljétek a történetet, Jézust ott hagyta a házba, azt mondja, hogy kivette és visszament és elment az utcákra. Nem írja a történet, hogy Jézus már elment, stb., hanem ő ott rögtön kivette és adta vissza. Tudjátok, mi a baj, hogy ebben a magasságban, amiben ezek a nagy emberek találkoznak, ebben a magasságban visszajönni egyetlen egy módon lehet. Hogy amin van, az vissza kell adjam. De az mit csinál? Megszünteti a kényelmes életet. Megszünteti. És ezért itt volt a baj, hogy Jézus erre rágott be, hogy értsétek meg. Hát Pál nem ezt mondta, Pálnak rengeteg lehetősége lett volna. Tudjátok, a legtöbb gyülekezetet, mert én is kapok olyan, mondom, nálam mindig egy rossz belép, amikor olyan névjegykártyát kapok, hogy apostol. Meg proféta, meg evangélista, meg vadakat terelő juhász. Könyörgöm, ha bármi, csináltas, ha segédmunkás vagy, könyörgöm, csináltas magadnak névjegykártyát. Kovács Béla, segédmunkás. És add oda mindenkinek. Ne szégyeld. Ha ezek nem szégyelik a hülyeséget, ne szégyeld az igazságot. Add oda nekik. Kézed, hogy nézzenek, te odaadod, hogy Rostály Zoli, segédmunkás. És akkor mi van? Mi van? Ha segédmunkát, ha te ráírhatod, hogy apostolok, én legalább igazat írok. Én tényleg az vagyok. Ha szebben akarod hallani, akkor átviteli technikus. Mindegy, de az vagyok. És nem így gondolkodtak, és ez egy csodálatos dolog volt, hogy ez a Zakeus itt megindult, és nézzétek meg, ez volt az első, mi okozta benne abban a pillanatban, hogy az ember Jézus közelébe kerül, és ezért mondta, hogy pont mivel töltötték meg a pogányok udvarát, pont az ellenkezőjével töltötték meg. Hát amikor az a testvér, az a nagy testvér, aki nem sokára érkezik Magyarországra, a tévéműsorába, tele van az internet vele, nézzétek meg. De ha akarjátok, átküldöm szívesen, épülésetekre lesz. Mikor belemondja, hogy aki 1200 dollárt ad, az ekkora lesz, aki 120 dollárt ad, az ekkora lesz. Értitek, ez a jóléti evangéliumnak is a legpofátlanabb, legszemetebb, legaljasabb módja. Miért beszélek erről? Azért, mert ezt az embert majd rengetegen fogják hallgatni.
Csak felhívom a testvéreimnek a figyelmét, és nektek is, hogy van az a pont, amikor ebből ki kell szállni, testvérek. Amikor ebből ki kell szállni. Nem azért, mert Jézus szét fogja verni a fejünket, itt se verte szét senkinek Jézus a fejét. De van az a pont, amikor az életünk szembe kerül Jézussal. Ezért mondja, hogy ne vigy minket a kísértésbe, legyen meg a te akaratod. Az imákban mind az van, hogy addig tudunk normálisan boldogulni, amíg megtaláljuk, azt mondja, a keskeny az az út. Tehát minden olyan szükített, értitek? De azt mondja, hogy muszáj ezt megtalálnunk, mert addig tudunk boldogulni, amíg ezen járunk. És azt gondolom, hogy ma olyan állapotok, és azért merem azt kimondani, hogy Jézus első eljövetelekor, és a másodikkor is, mert ezeknek az embereknek minden megadatott. Értitek? Százezrek előtt hirdethették az Isten dicsőségét. Mi itt a legnagyobb baj? Értsétek meg, a legnagyobb baj az, hogyha egy idő után az, hogy ezek az emberek, tudjátok, miért repkednek magánrepülőgépekkel? Elmondom nektek. Nem a tehetségük miatt, hanem azért, mert az Isten engedte, hogy használják a nevét. És ebben a névben érték el azt, amit elértek. Ezért mondja a Biblia, hogy minden dicsőséget. És ezt tudjátok, ez nem azért, mert az Isten egy egoista, önző, hanem tudja nagyon jól, hogy abban a pillanatban, hogy a dicsőséget elkezdi az ember magának tulajdonítani, abban a pillanatban bármelyikőtök, ti is, én is, a legnagyobb, a legfelekentebb, a legcsodálatosabb szolgálati ajándék is mit csinál? Elbukik. Mert ezeket nem mi tesszük. És beviszik az embereket egy olyan tömeges, és akkor közben az egyházak, értitek meg, a pogányok udvarában arról vitatkoznak, hogy a Tamás testvérünk jól mondta az igét, vagy nem. És akkor felvonul 36 teológus, és az Isten áldja meg, mert tényleg nem ismerem őket, ma elolvastam az összesnek a nevét, és elemzik, és szétszednek egy embert darabokra, és általánosítanak, és bizonytalanságot okoznak egy közösségben. Testvérek, neked is, és nekem is, csak jelzem, és fel akarlak szabadítani, jogod van hibázni. Jogod van. Tudom, hogy ez furcsa, de jogod van. Mihez nincs jogod? Elhazudni. Eltitkolni. Mert ha jogod van hibázni, és ezt a hibát te elismered, akkor az Isten így mossa a kezeit, és azt mondja, hogy minden rendben van. És nem a hibát magasztalja föl, hanem azt, ahogy te kezelted a hibát. És úgy látom világméretekben, hogy az Isten szorítja, mindig neki, ugye rengeteg mozgás megindult most, rengeteg ember az interneten éli meg a hitéletét. Testvéreim, ma az internet előtt többen élik meg a hitéletüket, mint bent felekezetekbe. Ebbe higgyetek Zoli bátyátoknak, ez így van. Én soha nem akartam interneten szerepelni. Én egy teljesen véletlen folytán kerültem az internetre. Eltaláltam mondani, hogy elhagyok egy gyülekezetet a családommal. Még benneteket meg se említettelek, sőt, azt mondtam, hogy itt a kulcs. Menjetek, hova akartok. És tudjátok, olyan megdöbbentő, hogy azóta napról napra van olyan nap, amikor 40-50 ember az egyik öngyilkos akar lenni 20 év kereszténység után. A másik az végignézi, ahogy a dicséretben szolgáló társa elviszi a feleségét. A harmadiknak szétveri az ember, a keresztény férfi a feleségét. Elmegy a feleség szolgálatra, és azt mondják, hogy legyen engedelmes feleség. Amikor Pépé verte az arcát, napról napra, hétről hétre, olyan abnormális dolgokkal találkozok, és közben pedig azt hallom, hogy nagy a kenet és nagy az ébredés. A pogányok udvarát, testvérek, ez folytotta meg, hogy átvette a pogányok udvarának a helyét az árusok, a galambárusok és a pénzváltók. Amikor egy istentiszteleten, az istentisztelet középpontja, testvérek, a gyűjtésnek az összeszedése, akkor ott meg kell állni és meg kell kérdezni, hogyha Jézus ide bejönne, mert ezt határozottan állítom, ha Jézus oda bejönne, akkor mit tenne? Tudjátok, két dolog történik. Ha Jézus bemegy, itt ezek az emberek marha szerencsések voltak, mert Jézus úgy döntött, hogy kiűzi, rendet rak. De dönthetett volna úgy is, hogy fiúk, akkor viszont ide nem jövök többet. Akkor áruljatok, bizniszeljetek, csencseljetek, maximum annyi történik, hogy nem jövök többet.
És ezért megrázó ez a történet, megrázó, megrázó, hogy ahogy nézem, ahogy azzal a vehemenciával, azzal az irítséggel, azzal a kegyetlenséggel, hogy neki szalad egyik hívő a másiknak. Mit okozott a pénzváltás, és mit okozott az árusítás a templomba? Azt, testvérek, hogy ott lett a gyűlölet, bejött a veszekedés, bejött a vitatkozás, bejött állandóan a másiknak a lebecsmérlése, a cincálása, a szétszedése, állandóan igékkel, a hajam hullik ki, amikor állandóan igékkel kell egyeztetni. Az összes létező halász és parasztgyereket elhívta Jézus. Az összes létezőt. Miért? Hát mert tudta, hogy legalább nem kell nagy teológiai vitákba belebonyolódnia. Kivel bonyolódott teológiai vitákba mindig? Mindig? Péterrel érdekes, nem volt teológiai vitája. Pedig olyan süt hol volt az igéhez, hogy le a kalappal. Nem volt teológiai vitája. És ma ugyanezt éljük át. Hogy teológiai vitákba és a pogányok udvarába biznisz van, a pogányok udvarába ezt látják emberek, ezt látják az emberek. Értsétek meg, itt nem azon megy a hangsúly, hogy most tönkre megy egy gyülekezet, vagy nem, lebukik egy szolgáló, vagy nem. Itt nem erről szól a történet. Hát itt régen nem, soha nem rólunk szólt a történet, akik már megismertük az Urat. A történet mindig arról szól, aki még keresi az Urat. És akkor keressük az 5 lépést az ébredéshez, a 6 lépést a gyógyuláshoz, a 8 lépést a szabaduláshoz, és mi van a pogányok udvarában? A pogányok udvarában csencselünk, bizniszelünk, ütjük, vágjuk egymást, hazudozunk, mellé beszélünk, az igével megöljük a saját testvérünket, behelyettesítjük a saját testvérünket bizonyos igehelyekre, bizonyos személyekbe. Ez nem normális, testvérek. És Jézus erre rágod be, nem a tevékenységre, hanem hogy az a hely ezért életveszélyes. Mi okozza egy gyülekezetnek, értsetek, én a szemeimmel néztem végig az anya gyülekezetemnek a pusztulását azon a területen, amikor beengedi a politikát, beengedi a bizniszt, amikor hétköznapivá válik a pulpitusról a politika. Testvérek, itt ül mindenféle jobboldali, baloldali, fideszes, MSZP-s, mindenféle ember, ha minket ez kötne össze, rég megette volna a fene. Értsétek meg, hát ennél bennünket sokkal nagyobb köt össze. Hát bennünket nem egy párt köt össze, bennünket nem egy ország köt össze. Tisztelem, becsülöm a nemzetemet, itt élek, ide nemzettem 5 gyereket. De most megint magammal foglalkozok, ide szült a feleségem 5 gyereket. Így azért egész más, nem? Tudom, hogy ne becsüljük le az én feladatomat is, de azért az egy mosolygósabb, vidámabb rész volt. De ide! Nem mentem el, nem alapítottam máshol vállalkozást, adózok. Most néztem a társasági adót, sokat! Túl sokat! És nem tudok kitalálni mit, hogy hogyan kevesebbet. És azt most nem is mondom el itt élőadásban, mert azért van egy-két ötletem, de azt megtartom. De ez borzalmas. És akkor ilyen vitákkal, ilyen nem így indultunk, testvérek. Nem így indultunk, hogyha nem fogadod el egy felekezetnek a szabályait, ha nem fogadod el egy híres szolgálónak a szabályait, akkor már nem vagy keresztény. Ha nem így indultunk, mi hozott bennünket ide? Elkényelmesedett az egész rendszer, és bejött 2 dolog. A biznisz. Az adásvevés, az árusítás. Ma értitek, megdöbbenek, amikor a hit hősei nem olyan emberek lesznek, akik bekopogtak az özvegyhez, az árvához, akik rászántak éveket, embereknek odaadták a lelküket, hanem azok, akik összetették a legtöbb 1%-ot. Hát ez, emberek, ez nem normális. Higgyétek el, hogy ez teljesen abnormális. Én tudom, hogy széllel szembe vizelek most, de akkor is abnormális. Ez higgyétek el, hogy abnormális. És Jézus ezt jelezte. Mindenki számára, értsétek meg, Kajafás, mindenki számára tök normális volt, hogy reggel hozták a galambokat, pakolták be, nyitották ki az asztalokat. Mindenki számára ez tök normális volt. Már az emberek számára is normális volt, hogy nem a jó illatot érezték a templomban, hanem oda csinált mellé a birka. Hát hogy tudsz figyelni? Hogy tudsz figyelni egy Isten tiszteleten, ha ülsz, várod az állítatot, és ott van melletted egy nagy teveszar. Hogy tudsz oda figyelni?
Hogy tudsz odafigyelni, vagy zümmögnek, vagy pénzt cserélnek, vagy susorognak egymásnak, vagy adnak, vesznek, vagy szidalmaznak, gyűlölnek. Hogy tudsz odafigyelni az Isten jelenlétére? Sehogy. Mit mond az Isten? Mi vagyunk az Úrnak, a jó illatja. Na eszünk meg. Mi fogta meg a pogányokat? Ez a jó illat. Hogy kimegy egy zsidó, mindent másképp ír a törvény, és a zsidó szóba áll, és azt mondja, gyere testvérem, Ézsaiás könyvét olvasod. Érted? Nem érted? Majd megmondom. Ne rohadjál meg, hanem megmondom, elmagyarázom, segítek. És testvérek, ez sokkal mélyebb ez az ige, mint ahogy mi gondoljuk. Erre rágott be Jézus. Hogy nem tud jönni, nem tudnak jönni azok az emberek, akik az Istent keresik. És nem fog jönni, értsétek meg, mert ahogy egy egyház leteszi egy párt mellett a voksát, nem fog jönni a másik. Miért nem fog jönni a másik? Mert fél. És ezt az egyház nem teheti meg. Te megteheted, az olajfák hegyén megteheted, az otthonodban szíved, jogod, magyar állampolgár vagy, oda mész, ahol akarsz, de a templom az Isten házában nem lehet megtenni. És majd kimegyünk, majd a kocsma előtt, mert ugye mi már keresztények vagyunk, mi a kocsma előtt vitatkozunk, nem bent. De ha bent is, tök mindegy, elvitatkozhatunk és egyeztethetjük, hogy jó egy kerítés, nem jó, jó ez, vitatkozzunk rajta, tök jó. De az Isten helyén nem tehetjük ezt meg. Nem. És tudjátok, azt látom, hogy világméretekben a pénz miatt, a haszon miatt beálltak ebbe olyan emberek, akiket az Isten arra hívott el, hogy a pogányok felé erővel, hatalommal hirdessék az evangéliumot. És tudjátok, az Isten erejét felhasználták saját dicsőség és saját siker számára. És nem bántani akarom őket, de ne felejtsétek el, hogy a Biblia tele van ilyen történetekkel, amikor volt egy ember, nagybajuszos, kiment az erkélyre, és azt mondta, hogy mindezt az én kezem munkájával értem el. Megtanult kérődzni, megtanult négy lábon járni. Mert van az a pont, amikor szembe kerülünk az Istennel. Van az a pont. És ez történt ezen a helyen. Ezért lett nagyon-nagyon zabos Jézus. És én azt látom, testvérek, tényleg világméretekben, és akárhová megyek, hogy a templomban szépen megülte és megtalálta a helyét a gyűlölet, a templomokban megtalálta a helyét, hogy az Istennel akarnak az emberek üzletelni. Olvassátok el, múlt héten ugye Bojki Laci itt volt, ajánlom szíves figyelmetekbe, nem hozta el, mert elfogyott a könyve, de a Kegyelem és Kalmár Szellem című könyvét nagyon-nagyon szeretettel ajánlom a figyelmetekbe. Ott elmondja világosan, hogy azért van ma csődbe a kereszténység, mert üzletelni akar az Istennel. Az Isten soha, testvérem, te leállsz üzletelni a saját gyerekeddel. Hát inkább odaadod a kezedet, a lábadat. Még ha neked szalad, akkor se üzlet. Hát azt mondja az Isten, hogyha ti apa lététekre tudtok jót tenni a gyermekeitekkel. Hát miért, ha a gyerekedre megharagszol, és másnap ott marad az útszélen, akkor nem mész el érte? Hát hogy nem mennél el érte? Akkor nem emeled föl, ha ellened megy teljes erővel, és utána történik valami, beteg lesz, te vagy az első, aki ott leszel. Miért? Hát mert azért, mert te ember létedre tudsz apa lenni. Hát akkor Isten nem tudja ezt megtenni? Hát hogy ne tudná? Hát hogy ne tudná? És ezért, drága testvéreim, bejött a gyűlölet, az Istennel akarnak az emberek üzletelni. Hát gondolhatjátok, hogy hány árus elmondta, ez a galamb szent, ez a birka, ez nagyon szent. Ez mindig is szent volt. Ez ugyanaz, mint ma. 6000 dollárt lesz belőle 3000. Ez ugyanaz. Ugyanaz, csak mások a szereplői. Most nem birka, hanem dollár a szereplője. De ugyanarról szól a történet. Fölhív a napokban az egyik testvér, hogy jár egy gyülekezetbe, és ott mindig tizedet fizettetnek vele, és mindig, amikor elmegy abba a gyülekezetbe, amikor elkezdi fizetni a tizedet, tönkre megy, összeomlik az élete. Akkor ott hagyja két hónapra a gyülekezetet, nem fizet tizedet, akkor meg felszabadul. De utána újra a vádlás, a károsztatás visszaviszi, mert mindig találkozik olyanokkal, akik azt mondják, hogy na majd egyszer ennek meg lesz a böjtje. És akkor mondom neki, hát mikor érzed magad szabadon? Hát azt mondja, amikor távol van. Hát mondom, akkor legyél távol. De nem az Istent hagyod el. Egy Korintus 3,
engedjetek még egy igét, de lehet, hogy megszaporodik. Most eldöntöttem, hogy 7-kor befejezzem, úgyhogy 8 percem van. Mert rájöttem arról, hogy amit nem tudok elmondani, azt majd elmondom következő héten. Na, fejlődök én is ám, mi? Mit mond Pál? Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek. Ha valaki Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Itt megint ugye a megrontja szónál, nagyon érdekes, csak azért árnyalom ezt, mert egy olyan közegbe fordította ezt Károli, amikor azért elég nagy konfliktus volt a katolikus egyház és a reformáció között. Ha lehetett hívni nagy konfliktust, az 500 évvel ezelőtti az egy nagy konfliktus volt. Mi még, nekünk még lövésünk nincs a konfliktushoz, az egy nagy konfliktus volt. Amikor elolvasták az igét, és azt mondták, hogy azt a mindenit, nem kell a pap ehhez. Na te jó szagú ég! És ezt elolvasta a finn, a norvég, a magyar és az összes többi. Ezért örökké hálás leszek ezek az embereknek, de itt megint azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy most az Isten szétveri a fejedet, hanem azt mondja, hogy szembe kerülsz az Istennel. Emberek, amikor én jövök, és itt van az Arnold, 2 méteres magasságával, de ugye most már ő könnyen mondom, mert ő tudom, hogy szelíd lelkű, de mondjuk ő egy pankrátor, és jövök én 1,65-tel, és belekötök, és piszkálom, és tépdesem a melbimbóit, meg mindent, szórakozok vele. Hát ezt most vagy nagyon tudok valamit, vagy nagyon hülye vagyok. Tehát ez a két lehetőség van. És általában az utóbbi szokott az emberben lenni, nagyon hülye. Játszik a macska bajszával. Miért mondom ezt? Mert ez a párosítás, hogy Rostály Zoli, Arnold, nagyon lájtos, mert én nem rángatom az ő melbimbóit, ő meg nem ver le engem. De amikor dicsőség az Úrnak, de amikor, melyik miatt, hogy nem rángatom mi? De amikor az Isten azt mondja, hogy Jézussal, ezek az emberek, és nézzétek, amikor Jézussal került szembe. Mi történik? Azt mondja, hogy kötelekből gyorsan font egy ostort, és ezzel az ostorral kiverte őket. Szembe kerültek vele, de miért verte ki őket? Higgyétek el, hogy nem jött ott a mentő. Ügyesen csinálta, mert olvasó, hogy az állatokat elhajtotta. Tudjátok, tulajdonképpen mit csinált velük? Elrontotta a bizniszüket. Elhajtotta az állatokat, elengedte a galambokat, a pénzváltók azt találtak, akkor még nem volt papírpénz, fémpénz volt, fölrúgta. Most értek, van rajta 605 forintos az asztalon, azt fölrúgják, olyan, mint a hangyát szednél. Azt mire fölszeded? És ez történt. Elrontotta a bizniszüket. Én csak zárójelbe, de viszont nagyon határozottan szeretném jelezni, hogy ezek az emberek, akik ilyen nagyon nagy felkent, ezek azt hiszik, hogy azok rontják el a bizniszüket, akik esetleg kiszállnak a gyülekezetükből. Elmondom nektek, hogy nem. Hanem az ő bizniszüket az Isten rontja el. Miért? Mert átlépték azt a határt, amikor szembe kerültek vele. Értsetek, nem vele, velem senki nem került szembe. Vele kerültek szembe. És ez el fogja rontani a bizniszt. Ezért tök mindegy, hogy mit csinálnak, szóval ennyi lelepleződés, mint az elmúlt fél évben nem volt. Nem volt. Miért? Mert az Isten szépen, értitek, szépen pont, amit el akarsz takarni, amire ráhúzod a takarót, érted? Arról rántja le. És ez nagyon kellemetlen. Mikor nem kellemetlen az? Amikor tényleg meg akarsz változni, akkor azt mondod, hogy ó, Istenem, hát... Nekem testvérek országvilág előtt, talán én vagyok az egyedül az országban, akinek országos bűnvallása volt. Nekem nem volt elég egy-két testvérhez oda menni. Nekem nyílt országos bűnvallás. Ez a nagy nemzeti bűnvallás. Azon volt. És sokszor dilemáztam rajta, hogy ez rossz nekem vagy jó. Tudjátok, ez kinek volt a legjobb? Nekem. Egyetlen egy védelmed van, hogyha világosságban jársz. Az az egy, nincs más védelmed. Ha világosságban jársz. Az az egy védelmed, mert a világosság az, amely kiűzi a sötétséget. Ezért nagyon fontos ez, hogy elszaporodott a gyűlölet, elszaporodtak az indulatok, és tudjátok, mi a gond ezzel, ami a templomban zajlott, miért volt ezért Jézus zabos? Elmondom, eltűnt az imádság. Eltűnt. Teljes mértékben. Csak ilyen, ezek a liturgia szerinti imák voltak. Eltűnt, barátaim, a felelősség, hogy mások is megtalálják az Istent. Nem maradt hely másoknak, eltűnt ez a felelősség. Figyeljetek, ma aggódunk, hogy felépül-e a gyülekezeti ház, hogy lesz-e új szék, hogy lesz-e ez, lesz-e az, de nekünk nem ezért kell aggódni. Nekünk azért kell aggódni, hogy lesz-e az embereknek üdvösségük. Soha nem nehezedett rám olyan teherként,
hogy a gyerekeimnek, a családtagjaimnak 34 éve szolgálom az Urat. Testvérek, őszinte leszek hozzátok. Az elmúlt évben éreztem azt, hogy ez mellett én nem mehetek el. Nem mehetek el. Nem játszhatom az agyamat, hogy szolgálok, itt ott, aztán közben pedig, akikkel egy fedél alatt élek, azoknak meg elmegy mellettük a gyors vonat. Nem mehetek el ez mellett. És itt mi történik, amikor elkezdünk ilyennel foglalkozni? Elmegy a gyors vonat. Elmegy mellettünk. Azon a helyen nem azt végezzük, amit kell végezni. Akik meg szeretnék találni az Istent, értitek, eltűnik a felelősség. Hát, barátaim, megyünk Pécsen, és oda jön hozzánk három fiatal, és ad a gyerekemnek egy lufit. De hát már tudtam, hogy ebből mi lesz a vége. Hát 1%-ot gyűjtöttek, és hitesek gyűjtötték az 1%-ot. Nem ismertek fel. És mondom, hogy adja a lufit, gyerekem örül. Jól vannak? Nagyon jól vagyunk. Harmadik kérdés. Felajánlották már valakinek az 1%-ot? Mondom, fel. Azt mondja, kinek? Hát mondom, már baptista közösségnek. Azt mondja, de hogy nem, hát ő tud jobbat. Mondom, melyiket? És mondja. Mondom, megmondjam a nevemet? Mondom, mondd el, mert lehet, hogy az én 1%-om démonizált, bűnös, mocskos, semmire kellő. Mondom, ezért unattam a baptista testvéreknek. Örömmel fogad, azt sem tudja, ki vagyok. Beérkezett. A másikat meg odattam a Dizmának. Mert azt meg ismerem, az egy jó csapat. Mondom, ennyi, ez alapján döntöttem. Mondom, köszönjük a lufit, azt már elfogadjuk, azt már odattátok, az már miénk. Köszönjük a kupont, a koncertre. De senki nem mondta el az evangéliumot. Értitek? Senki. Ha én most egy pogány, semmire kellő vagyok, hát lehet, hogy odaadom az 1%-omat. Hát de ez az egyház küldetése, hogy én odaadjam az 1%-omat? Ne hülyéskedjetek velem. Mert ha ez, akkor én megtérek, Istenemre mondom, de őt te megkérdezem tőle. Nem ez a küldetése. Nem ez. Nem ez. És tudjátok, megdöbbentett az a tűz, amivel csinálták. Megdöbbentett, hogy 14, 15, 16 éves gyerekek lerohanják a várost. Odaadhatom én minden évben az 1%-omat. Ha nem találkozok az élő Isten fiával, akkor 1%-ostól hullok szét. És ez van ma. Ez tűnik ma ki. A méret. Abból állapítjuk meg, hogy mennyire sikeres egy egyház, hogy hányan járnak, mennyi 1%-ot gyűjtött, mennyi pénzt szedbe. Tessék, hát nem ettől sikeres. Miből lehet megalapítani? Úgy, hogy nem is tudja senki. De bekopogsz az árvákhoz, meglátogatod az özvegyeket, olyanokat teszel, hogy nem tudja a jobb kezed, hogy mit csinál a bal kéz. Ettől sikeres egy egyház. És mikor? Mikor veszem el a jutalmamat? Nem itt. Ott. Ott. Hogy hogyan? Rá van bízva. Rá van bízva. És itt az igazi kérdés az az, hogy ma mit csinálunk ezeken a helyeken. Mit csinálsz a te templomoddal, és mit csinál a közösség a templomával? Mire használja, mi a célja annak, amit csinálunk? Ezért bátorítalak benneteket, testvéreim, hogy álljunk meg ezen a ponton, és gondolkodjunk el rajta, hogy mi az, amit mi csinálunk. A templom üzemelni fog, testvérek, a szertartások fognak menni. Sokan fognak szertartásokban részt venni, sokan fogják igényelni a templom üzemelését, ahogy akkor is üzemelték, de Jézus azt vette észre, hogy annak ellenére, hogy dübörög a templom és üzemel, és ugyanúgy mentek föl a százezrek, egy valami változás megtörtént, hogy már nem lehetett őszintén megtérni. Már nem lehetett őszintén az Urat keresni. És ezért háborodott fel Istennek a fia. Nem az árusokkal, és nem a pénzváltókkal volt. Hát akkor nem hívott volna el pénzváltót. Hanem ezen háborodott fel, hogy nem lehetett. És tudjátok, be is csukom, mert 7 óra 1 van, bűnbe estem. De a lényeg az, hogy tudjátok, ezért létkérdés, hogy Jézus belépjen a templomba. Mert mindig, amikor Jézus belép a templomba, ott derül ki, hogy a te templomodba, a te közösségedbe az zajlik-e, ami Isten akarata szerint van.
Soha nem attól derül ki, hogy hányan mennek egy irányba. Mindig is a tömeg rossz irányba ment. Maga Isten mondja el, hogy kevesen vannak, akik azon járnak. Keskeny az az út, kevesen vannak. De mindig ezért létkérdés, hogy Jézus belépjen a templomodba. Miért? Mert ott világossá válik. Teljesen világossá válik, hogy... Tudjátok, ezért létkérdés, hogy Jézus, ugye mindig elmondjuk, hogy de hát Jézus a legnagyobb egoista, meg az Isten, mert mindig ő akar a középpontba lenni, mindig ő akar szerepelni. Persze, mert abban a pillanatban, hogy belép a középpontba, a többi a helyére kerül. Mindig mondják, hogy hogy tud a helyére kerülni az életem annyira, itt is romokban van, ott is romokban van, hanem tedd a középpontba Jézust. Nem fogod tudni, hát olyan, mint egy puzzle, értitek. Most, ahogy benültem a kórházba, ugye benn voltunk a kisfiammal egész éjszaka, és levettünk egy 1000 darabos puzzle-t. Egy macska, meg egy kutya, meg egy bohóc volt rajta. Hát Istenemre mondom, hogy még most is ott ülnék. Hát nem találtuk. A farkával úgy megszenvedtünk, mert az annyira egyforma volt, hogy nem találtuk. Értsétek meg, ha mindent te akarsz a helyére rakni, nem fogod. Erre bejön a mazsilányom, fölülről ránéz, három dolgot a helyére tesz, és mindjárt rendben volt minden. A központi elem a farokba a helyére került. És utána fel lehetett építeni a macska farkát. Ez ugyanígy van Jézussal való kapcsolatunkban is. Hogyha bekerül a középpontba, akkor helyére kerülnek a dolgok. Azelőtt meg rohangálunk, mint pókafalon, hogy helyre tegyük. És ezt akarták ellopni a templomból. És higgyétek el, a konfliktus nem azért van, mert az emberek gyülekezetet váltanak. Teljesen normális ez így. Maga az Isten igéje mondja, lesznek köztetek szakadások. Nincs is ezzel gond. A gond nem azzal van, hogy a szakadások vannak, hanem a gond azzal van, hogy utána anyázzuk egymást. A gond nem a szakadással van, hanem az anyázással. Mélyen tisztelem ezeket a testvéreimet, és őszintén ma írtam is egy e-mailt az Ervinnek, hogy a szolidaritásomat fejezem ki feléjük, mert egyszerűen nincs ez rendjén, hogy testvér ellen támad. Nincs ez rendjén, testvérek. Nincs ez rendjén. És tudom, hogy majd most mindjárt kiderítik, hogy na, tudtuk mi, hogy átállt a BPA-ba. Nem álltam át. De tudom, hogy nem így működik. Hogy akkor most azért, mert mond valamit, és az nekem nem tetszik, akkor neki rohanok. Ha ez így működne, testvérek, akkor a pogányok udvara, és így működik sajnos, ezért a pogányok udvara tele van biznisszel, kufárkodással, hatalommal, őrültségekkel, és nekünk a pogányoknak helyet kell csinálni. És az Isten adja ezt meg nekünk, hogy még el tudjunk énekelni egy szép dalt, és adja ezt meg nekünk, hogy megértsük Isten indulatait. És tudjátok, az a legmegdöbbentőbb, hogy ez a srác, Jézus, ez egyszer csinált ilyet, és olyan megdöbbentő, hogy még az indulatába is benne volt a kegyelme. Tehát, hogy valaki úgy tud ostorozni, érted, úgy tud ostorral ütni, hogy még abban is az is értem van. Én nem tudok úgy ütni, hogy értem legyen, vagy a másikért. Szóval, amikor a gyereket megütöm, ő nem azt érzi, hogy apa, annyira köszönöm ezt a két pofont, ez annyira jól esett, esetleg még nem ütné rá kettőt, de ne csak a puszta kezeddel, könyörgöm, nadrág, szia. Hát ilyet, van ilyen gyereketek? Mert imádkozzatok érte akkor nagy baj van. Hát nincs. És ő is úgy ütött, értitek, mikor vigyázott, meggyőződésem, hogy kísértetiesen vigyázott arra, hogy egyetlen egy embert nem ütött meg. Szétrombolta a bizniszt, és annyira szívemből vágyom rá, hogy a templomokban rombolja szét a bizniszt. Rombolja szét darabokra, mindegy, hogy mit, ha le kell menni négy kézlába és kérőzni, azon az áron is rombolja szét a bizniszt. Miért? Hogy újra azok az emberek, akik tényleg az Istent akarják keresni, azok újra kereshessék az Istent, újra legyenek Filipek, akik a Ézsaiás könyvéhez hülye szeretsen komornyikot, leülnek vele, és beszélgetnek, és nem felekezeti alapon tesznek különbséget. És ez nagyon-nagyon kívánatos. És látom, hogy ez az időszak beköszöntött az egyházra, úgyhogy imádkozzatok ezekért a hatalmas emberekért, hogy visszatérjenek ahhoz az elhívásukhoz, amit az Istentől kaptak. Egyetlen egy menekedésük van, ha visszatérnek ahhoz az elhíváshoz, amit az Istentől kaptak. És mindannyiunknak ez van. Hogyha visszatérünk ahhoz az elhíváshoz, amit az Istentől kaptunk.
Az Úr áldjon meg benneteket, énekeljünk el befejezésül egy dalt. Egyetlen egy hirdetni valóm van, amit szeretnék mondani, és jövő héten nagyon megköszönném, hogyha mindenki időt szakítana rá, és eljönne az összejövetelre. Azok, akik hallják, de nincsenek itt, azok is, mert ugye tudjátok, hogy egyesületként működünk, és minden évben ennek az egyesületnek kell, hogy legyen egy közgyűlése, egy taggyűlése, és mindenki, aki ide leül, az ahhoz, hogy itt tudjunk működni, az valamilyen formát kell adni, és ugye, mivel most nem egy házban vagyunk benne, bevett egy házban, hanem a Dombovári Magyar-Izraeli Barátság Egyesületnek a Bibliai Ismeretek Széleskörű Hirdetése című ágazatában, ezért én jövő héten, ahogy minden évben szoktam, talán tavaly maradt ki, de az idén nem fog, én beszámolok egyrészt a Dombovári Magyar-Izraeli Barátság, másrészt a gyülekezet pénzügyeiről is, hogy hogy éltük meg, mint éltük meg, hogy éltük túl az elmúlt éveket, mennyi pénzünk volt, mennyi van, mennyi nincs, tehát mindent őszintén és tisztán elmondanék, és ugye akkor tudunk tovább ilyen keretek között működni, hogyha ezt a taggyűlést létre összehívjuk, és ezért nagyon-nagyon fontos lenne mindenkinek a jelenléte, hogy ez létre tudjon jönni. Az Isten tisztelet végén igyekszek jövő héten még rövidebb lenni, ezért imádkozzatok, de nagyon igyekszem, és ez egy, nem tudunk másképp működni, legális keretek között csak így tudunk működni, és ezért jövő héten olyan 3:45-től majd lekapcsoljuk a közvetítést, és akik itt vagytok, azoknak mindenről, ami van, ami volt, és ami várható, arról szeretnék beszámolni, és remélem és bízom benne, hogy ez mindenki megelégedésére fog válni. Én azt gondolom és azt látom, hogy amúgy teljesen mindegy, hogy milyen keretek között működünk, de törvénytelenül sem lehet működni, és ezért én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy 2011-12-ben létrehoztuk ezt az egyesületet, mert ez az egyesület most egy mentőt, egy védőernyőt ad. Sokszor nem értettük, és lehet, hogy sokan nem értettétek, hogy mire kell ez, hogy hát most miért kell ahhoz, hogy minden évben megemlékezünk a holokausztról, a holokauszt áldozatairól, majd beszámolok, és ebben szeretném, ha segítenétek, és aki érez rá időt és indítatást, és tud felszabadítani időt, hogy segítenétek ebben, mert ez az egyesület jóval többet tett, mint az, hogy megemlékezett a holokauszt áldozatairól, és most is kimondottan nagy projektekben vagyunk benne, 7-8 éves küzdelem után úgy néz ki, hogy a nyár végén megindul a zsinagóga felújítása, úgyhogy olyan dolgok lehetnek most, amire csak régen állítoztunk és vágytunk, és ezeket mind meg szeretném veletek osztani, és közben hát úgy alakult, hogy a gyülekezeti életet is ebben az egyesületben éljük meg. Sokan bejelentkeztek, hogy csatlakozzunk valamelyik egyházhoz. Én ezt ugyan még nem beszéltem meg veletek, de majd jövő héten megfogom. Nekem a határozott álláspontom és a határozott véleményem, hogy ne. Tehát tökéletesen és jogszerűen és legálisan lehet működni, és úgyis az irányba tartunk, hogy mindegyik egyházban be fog lépni Jézus, mert a 7 gyülekezet, amiről beszél a jelenések könyvében, az azt jelenti, hogy ott oda bement Jézus, és mindegyiknek el fogja mondani a véleményét, el fogja mondani a tanácsát, mindegyiknek. Tehát itt testvéreim a finisbe, a mennyasszony készül. Olyan hálás vagyok Istennek, hogy a fiának mennyasszonyt ígért. Ez a mi mentőövünk. Ezért fogunk elkészülni. Ha nem ígérte volna meg csak barátnőt, akkor bajba lennénk. De mennyasszonyt, feleséget ígért neki, és ezért el fogunk készülni Isten kegyelméből. Énekeljünk el egy dalt, és nagy szeretettel várlak benneteket jövő héten, hétfőn, 6 órától bibliaolvasás, szerdán, ha Isten megsegít bennünket, akkor Ószövetségben italáldozunk, várlak benneteket szeretettel, és szombaton pedig Isten kegyelméből, ha engedés élünk, akkor a Jézus nevében összejövünk és áldjuk az ő nevét.